Egymás után szállnak fel az utasok erre a távolsági buszra. A hőség tikkasztó. A maximum hőmérséklet kint eléri a 38-39 Celsius fokot, amely a busz belsejében még magasabb lehet. A legtöbb távolsági és helyközi járaton éppen ezért folyamatosan működtetik a légkondicionálót, amelynek az utasok is nagyon örülnek. Buszokon én utazok, azon eddig én éreztem valami légkondit, vagy amelyiken nem is szokták bekapcsolni, de látom, hogy kinyitják azt az ablakot, amit évek óta nem nyitottak ki. És szerintem ez pozitív. Az az igazság, hogy én nekem nem jön be a légkondi, inkább a lehúzott ablak, mert allergiás vagyok egy kicsit a légkondira, de viszonylag elég kellemes a klíma a buszokban. Más a helyzet a helyi járatokon. Ezek többségén nincs klíma, hiszen a sok megálló miatt a busz belseje úgyis felmelegedne. A sofőrök így nyitott ablakkal és sötétítő függönyökkel igyekeznek elviselhetőbbé tenni az utazást. Sok utaspanaszt kapunk arra vonatkozóan, hogy a helyi buszokon miért nincsen légkondi. Most azon a helyi buszon, amin van, is hiába működteti az autóbusz vezetője, ahogy mondtam, hiszen gyakran ki kell nyitni az összes ajtót, illetve amin még van mit javítanunk, ezt el kell ismernünk, az az, hogy a helyközi buszoknak is csak a felén van légkondicionáló berendezés. Pruzsina Alice hozzátette, a későbbiekben szeretnék úgy bővíteni a gépparkot, hogy a távolsági és a helyközi buszok mindegyikén legyen légkondicionáló.